Ha egy megbízható oldalról szeretnél FIFA coint vásárolni, látogasd meg a fifacoinzone.com-ot, és használd a bazsi kuponkódot 5% kedvezményért. Na szevasztok srácok, itt vagyunk egy újabb draft kihívás videóban, mint ahogy azt nagyjából szombaton szoktuk mindig tenni, ma is nyomunk egy draftot, 15.000 coinból belépünk, és ma amúgy egy automatic draftot fogunk nyomatni, ami abból áll, hogy kiválasztjuk most gyönyörű szépen a formációt, ami egyértelmű 4-3-2-1 lesz, illetve kiválasztjuk a csapatkapitányunkat, aki pedig nem lesz más, mint Lewandowski, és nyomunk egy Y-t gyönyörű szépen, és a FIFA nekünk gyönyörűen beadja a csapatunk többi tagját, reménykedünk jó játékosokban, ott egy Ronaldo például nagyon szépen. Na, hát igazából ennyi volt a lényege ennek, most már csak minél tovább el kell jutni, illetve egy minél jobb csapatot össze kell valahogy varázsolni, és ez nagyon jó is lesz, gyönyörűen meg tudjuk majd oldani, szerintem vannak itt jó kis játékosok amúgy, de tényleg. Hát ezt azért Ronaldót azt kéne használni valahol, de nem tudom, hogy mi legyen. De Ronaldo megy a csapatba, mindenféleképpen be kell tenni őt. Ide pedig beteszünk egy Benatiát, nagyon jó. Akkor oda jön a Roni. Ki van még? Van itt nekünk egy Carrascónk, aki pedig ide jön mondjuk. Jó. Hát és igazából mit tudunk ennél jobbat csinálni? Mondjuk talán egy Umtitit ide, az úgy plusz 5, az nagyon jó. És összességében ennyi. Ha jól látom, akkor nagyjából ennyi, amit ebből ki tudtunk hozni. Nincsen nagyon normális középpályásunk, mi? Ja, pedig azért annyira nem jó ez a fanginkel, ha bár mondjuk, tényleg nem rossz. Összességében ennek a draftnak ennyi volt a lényege. Hogy kiválasztottuk egy játékost meg a formációt, aztán a gép magától beadta, amit akart adni. Nyilván ez lehetett volna jobb is, de annyira nem vészes, van egy-két nagyon király kis játékosunk, mint például itt van az öreg Lewandowski, aztán Ronaldo, Carrasco is tök jó, Pjanic, behozhatnám még Gabbiadinit, de annyira nem jó, mint Lewandowski, úgyhogy egyértelműen kihagyjuk most. Idén talán ez volt a leggyorsabb draftos csapatépítésünk, úgyhogy ja, hát válasszunk gyönyörűen egy jó kis menedzsert, aki ad egy pár chemistry-t így a közösbe, Juan de Ramos, osztja, ennyi, nézzük, hogy itt mi van. Ja, nem lett a legjobb csapat, valljuk be, tehát nem lett a legjobb, de egyénileg nagyon jó játékosokból áll összességében. Úgyhogy az lesz most srácok, hogy fogjuk magunkat, aztán belevágunk valami meccsbe, de várjál, nem igaz, hogy nem lehet itt valamit ezzel még kezdeni. Így, és akkor így, ez plusz 6 chemistry, igaz, hogy nem olyan gyors a Benatia, de akkor is azért a chemistry az fontos. Úgyhogy ez a csapatunk, vágjunk bele az első meccsbe. Meg is van az ellenfelünk, akinek egy nagyon szép kis csapata van, egész jó, 86-os chemistry, hát jó lenne nyerni, azt ennyi. Gyönyörű Ronaldo. Menjünk, baszki. Hát ez közel volt egyből itt az elején. Azt izi, így van, és most be kell lőni. Mert az előző videóban, azt hiszem, nem. Az előző Pack Project részben hagytam ki 2 büntetőt egy meccs alatt, úgyhogy ezt most nem szabad, esküszöm. Ezt most kötelező belőni. Mindjárt ezt kapcsoljad ki, de ne kapcsold akkor ki. Jó, 1-0, így van, gyönyörű Kandréva, köszi papi. Szép volt, gyerünk Kandréva. Gyerünk. Az az Antonio 2, nem. Baszki, az szépen beleálltak. Lewandowski, azt megint 11-es. Pff, hát ez befosás. Jól van. És megint Kurt Zuma. Hát az öreg az ma másodszor rúgott föl. Jól tette. És ott a második Kandrévával. Az így megy, akkor ez így könnyű lesz, esküszöm. Nem is kell helyzetet kialakítani nagyon.
be kell futni a 16-oson belülre, az fölrúg az ellenfél. Ez szép játék volt, nagyon, ez egy nagyon szép sveti játék volt. Ezt összerakta rendesen, de Ferman ott volt. Jó, Ronaldo. Az mi van? Dék, azt hittem megint 11-es, hát akkor befostam volna, esküszöm. Az jó. Az gyönyörű, Ronaldo. És be is emeli a harmadikat, szevasztok, srácok. Easy win. Gyönyörű volt, Ronikám. Az a 10-es meg kicsit szokatlan. De hát ez van. Ez jutott. Nem volt 7-es. Jó, ott a Roni. Gyönyörű. Cristiano. Belövi a negyediket? Nem. Most lőjük be a negyediket, jól van, köszi. Hát ezt nyertük ezt a meccset, srácok, szerintem. Nem vitás, közepe. Ó, nagyon szép. Még egy lövés, ott az ötödik, szevasztok. Nyertünk, srácok. Első fél időben vágtunk ötöt, innentől kezdve nincs visszaút. Ennyi volt. Sutj egy lövőcsel. És a hatodik gól, így is van. Rage quit, szevasz. Hello. Szevasz, testvérem, köszi a meccset. Tovább jutottunk az első fordulóból. Jöhet a második meccs. Még mielőtt belevágunk a második meccsünkbe, rájöttem arra, hogyha Bonaventurát betesszük ide középre, akkor jobb lesz a chemistry, úgyhogy őt betettük gyönyörű szépen Fan Ginkel helyére. Nagyjából amúgy egyforma kis játékosok, Bonaventura egy pöppet jobb, úgyhogy ő fog játszani középső középpályást, neki nem jobb a chemistry-e, mint amúgy Fan Ginkelnek volt, viszont Pjanicnak és Kandrévának ad plusz, úgyhogy ez nagyon hasznos lehet. Vágjunk bele a második meccsbe, és próbáljuk meg megnyerni azt is. És meg is van a következő ellenfelünk, akinek egy szintén egész jó kis csapata van, 88-as chemistry-vel, eléggé bitangerős játékosai vannak, hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz a végeredménye ennek a meccsnek. Reméljük, hogy megint csak mi kerülünk ki győztesen a párharcból, és mi lesz, öngól? Hát akkor köszi testvérem, én azt hittem, hogy végigjátsza, de hát akkor nyertünk, tovább jutottunk a harmadik meccsre. Következő ellenfelünknek szintén egy kevés chemistry-vel rendelkező csapata van, szintén egyénileg egész jó kis játékosokkal, meglátjuk, hogy kilép, vagy játszik tisztességesen. Én végigjátszanám szívesen ezt a meccset, de hát nem rajtam fog múlani. I think that will be another angol. Így is van. Bocs az angolért, néha így benne marad. Az agyamba az angol nyelv, általában angolul nézek videókat, és hát ja, legtöbbször ez így szokott lenni. Szóval ennyi volt. Jön a döntő. Azt azért reméljük, hogy már végig tudjuk játszani, mert hát na, mégiscsak illene, nem? Na dehogy nem. És meg is van a döntőbeli ellenfelünk, akinek egy egészen szép kis VPL csapata van. Na, ez egy jó meccs lesz. Hát ez így easy, 1-0. Most ő is vagy hagyja magát, vagy csak tényleg nem tud védekezni. Hát ez majd kiderül mindjárt, de valószínű, hogy ő is ki fog lépni, de hát ez így annyira nem jó amúgy. Hát srácok. Ilyen se szokott lenni, hogy az első meccset végig tudnánk játszani tisztességesen, hogy az ellenfelünk nem lenne full béna. És a többin pedig kilépnek, általában döntőn azért tisztességesen szoktak játszani, de hát ez van akkor. Megnyertük a draftot, 2-0. De mi a szar ez amúgy? Miért nem lépett még ki? Ha nekem mindegy, ő dolga. Na most lépett ki. Jól van, hát akkor nyertük a draftot, srácok. Ezt elég gyorsan behúztuk, valljuk be őszintén. Hát kinyitjuk gyönyörű szépen a csomagjainkat, amiket most fogunk megkapni. Rare Gold, Premium Gold, Rare Gold, hát nem a legjobbak. Nem is a legrosszabbak, de láttunk már jobbat is. Na mindegy, nézzük, egy 7500-ös csomagból jön nekünk egy csodálatos Lion. Hát volt már jobb is, de lehetett volna ez rosszabb is, valljuk be, úgyhogy... korrekt, végül is egész korrekt. Na nézzük a 25000-es csomagokat, hát ha valamit ad nekünk, kérlek szépen, ijé. Ki ez? Vasquez. Hát ő szar. Ő úgy egész szar. Hát... és most derül ki, hogy mit kapunk. Hát megint csak egy valami gyenge játékos, aki nem más, mint João Mário. João? Nagy értéke nincsen. Asenjo, Suárez, ők azért jók, mert mi a szar ligába játszanak. Spanyol ligába nyomják,
De hát amúgy egy fos, ez megint, itt tényleg kb. Csak ezek élnek valamit, ami hát annyira nem jó. Úgyhogy, hát ezzel annyira nem vagyok megelégedve, de hát ez van. Nem tudom, srácok, hogy mennyire lett rövid ez a videó. Szerintem nem lett a leghosszabb videóm, az egyszer biztos, tehát ez az ellenfeleken múlott. Úgyhogy ez van. Na mindegy, majd megpróbálok minél több dolgot belevágni, meglátjuk, hogy sikerül. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, hogyha esetleg még szeretnétek ilyet. Találkozunk a következő videóban, ami valószínű holnap lesz. Szevasztok!